Több tekintetben is változott a szerbiai mezőgazdasági minisztérium agrárpolitikája az elmúlt egy évben, hiszen emelkedett a költségvetés összege, és a fiatal termelők is kaphatnak támogatást, mondta Fremond Árpád, a köztársasági parlament mezőgazdasági bizottságának alelnöke. Az új lehetőségek közül ugye a fiatal termelőknek lesznek majd most visszatérítések, ilyen 70-75%-os visszatérítés különböző befektetésekre. Úgy fog működni a rendszer, hogy a termelő átadja a terveket, megnézzük azt, hogy ugye mit szeretne megvalósítani. A kifizető ügynökség elbírálja ezt a pályázatot, és akkor utólag egy bizonyos idő áll majd a termelők előtt, hogy megvalósítsák ezt a projektumot. Az összejövetelen a vajdasági gazdaságfejlesztési stratégiáról is szó esett. Juhász Bálint, a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője elmondta, reméli, hogy a mostani kiírás hasonlóan eredményes lesz, mint az ezt megelőző, hiszen az előző körben a pályázatok 80%-a sikeres elbírálásban részesült. Tavaly év februári-márciusi havában is ugyanígy jártuk a terepet, most is elég sok lakossági fórumon veszünk részt, folyamatosan kapcsolatban állunk az emberekkel, mondjuk, hogy mit csinálunk, mit tervezünk, ők elmondják, hogy mire lenne igény, és próbáljuk ezt a magyarországi, szerbiai, Európai Uniós törvények és kötelmek mentén, stratégia mentén, pályázati lehetőségekbe öntve alkalmazni. A Prosperitati Alapítvány pályázati rendszere hatással van a tartomány és köztársasági agrárpolitikára is, ugyanis a mezőgazdasági minisztérium és a tartományi kormány is hasonló programokat készít, hangzott el a fórumon. Közösen lépünk föl, hasonló programokat folytatunk, tehát próbálok behozni azt a pár elvesztett évtizedet szép lassan, mert hát ugye tisztában kell lenni azzal, hogy annyi pénz nincs, hogy mindenkinek eleget tegyünk, de próbálunk egy olyan irányba elmozdulni, hogy a fejlődés azért folyamatosan történjen. A hajdújárási gazdák a meghívott vendégek előadása után feltehették kérdéseiket a támogatásokkal kapcsolatban.